Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk kint az állatmenhelyen. Mészáros Dórával beszélgetünk, hiszen az előbb pakoltak be több mint egy tonna adományt, amelyet ön segített karcagra hozni. Hogyan is gyűlt össze ez az adomány? Hát megmondom őszintén, hogy mi minden évben szoktunk szervezni ilyen gyűjtést ilyen menhelyi állatok részére, és tavaly már segítettem a karcagi menhelynek kutyaházakat vásárolni, és most jön a tél, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy azt a nagyon sok tápot, ami így összegyűlt nálam így évközben, ezt Aradi Nóri barátnőmmel közösen gyűjtöttük, akkor ismételten a karcagi menhelynek fogjuk adni, és így is történt. És egyébként saját kutyusa van, vagy inkább csak ilyen menhelyes kutyukat szokott nézni? Láttam itt az előbb, megnézte a menhelyet, nézegette őket, simogattam, olyan picit barátságosabb volt. Nekem 4 darab cicám van otthon, mind a 4 mentet. Nagyon-nagyon szeretem az állatokat, a kutyákat is, de sajnos kutyát nem vihetek a 4 cicám mellé, de szívügyemen viselem az összes ilyen árva és beteg és mindenféle ilyen hányattatott sorsú állat sorsát. És karcaggal akkor ezek szerint már többször járt itt, régi a kapcsolat? Hát még nem jártunk itt, de a Timivel személyesen beszéltünk, tehát jobban mondani, hogy telefonon tartottuk a kapcsolatot, meg ugye hát tavaly segítettem nekik ugye kutyaházat is, de még ide még nem jöttem körbenézni, de most ezt is ti is sikerült. Aztán, hogy mindenki nevében köszönhetjük ezt az adományt, és akkor reméljük, hogy lesz még folytatása, hiszen itt az előbb megígérte, hogy igyekeznek még. Igen, még otthon a garázsomban van, most lehoztunk, amennyi befért ugye az autóba. Meg szeretnénk köszönni a segítséget a Veresegyházi Medve Otthonnak, ugyanis ők ajánlották föl, hogy segítenek a fuvarban, és a Fehér Kereszt Állatvédő Ligának, Istvánnak, aki szintén segített, ő vezetett, úgyhogy nekik szeretnénk még megköszönni a segítséget. Mi pedig önöknek köszönjük. Szívesen, jövünk még. Megyesi Tibornéval, Csermek Erzsikével beszélgetünk, hiszen ön vette át itt a menhelynek a most érkezett adomány. Gondolom, hogy nagy örömmel fogadták ezt. Először is szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Nagy örömünkre szolgált ez, hogy kaptuk ezt az 1200 kg tápadományt. Előjáróba el szeretném mondani azt, hogy más egyesületekhez, ugyanúgy, mint más egyesületek, mi is nagyon nehéz anyagi körülmények között kell, hogy működjünk. Ez évben még nem volt rá lehetőségünk, hogy a kutyáink számára tápot vegyünk, és ezért is nagy örömünkre szolgál, hogy a Fehér Kereszt Állatvédő Liga és a Veresegyházi Medve Otthon biztosította számunkra ezt a tápadományt. Most jelenleg hány kutyus van? Az egyesületünk égisze alatt 200 kutya mindennapi gondozásáról gondoskodunk, de ebből a 200 kutyából jelenleg 131 van a telepen, mert hát a telepnek a kapacitása véges. A többi kutya pedig a város több pontján családoknál kihelyezve vannak, úgyhogy nagyon megköszönöm ezeknek a családoknak is a szerető gondoskodását, amíg gazdihoz juttatjuk ezeket a kutyákat. Most ez az egy tonna táp körülbelül mennyi időre lesz elég? Hát ez körülbelül két hónapra elég lesz, mert ugye minden nap a kutyáknak a nagy marketekből kapott adományból főzünk, de tápot kavarunk hozzá, tehát hogyha naponta a 2 zsák tápot belekavarjuk, akkor körülbelül ez egy 2 hónapig fog elég lenni. Akkor reméljük, hogy lesznek még adományok, hiszen itt a tél. Mit várnának? Tehát azon kívül, hogy tápot, esetleg melegtakarókat, ilyesmit, akinek van, azt is felajánlhat? Nagy szeretettel fogadjuk a lakosságnak a felajánlásait, bármi nemű felajánlás legyen az, táp, konzerv, takarók, de forgács, szalma, bármit nagyon szívesen fogadunk. Az az igazság, hogy még nem vagyunk igazán köztudatban, és szeretnénk oda kerülni, mert például, hogyha valaki otthon mondjuk lomtalanítást végez, lehet, hogy nem jut az eszébe az, hogy éppenséggel az a vödör, ami már neki nem kell, itt a menhelynek jól jönne. Tehát mindenféle adományt nagy szeretettel fogadunk. Reméljük, hogy lesznek még adományok, és mi is vissza tudunk térni és beszámolni erről, addig pedig jó munkát kívánunk, hiszen azért van kutyus, akiről gondoskodni kell. Igen, hát az a
baj, főleg most az utóbbi időben, hogy nagyon-nagyon sok, tehát megnőtt az állomány. Most már azért lehetőségünk nyílt, most kezdődtek, keneleket építünk. Egy karcagi cég jóvoltából két alkalommal is kaptunk nagyon jó vasanyagot kenelépítéshez, ezt is felhasználva, kiegészítve próbáljuk bővíteni a férőhelyünket, mert hát az az igazság, hogy nagyon sok ember vagy anyagi okok miatt nem tudja tovább tartani a kutyáját, és akkor inkább a mi gondozzák, bízzák őket. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a gyepmesteri teleppel is, ott is állandóan teltház van, onnan is gazdásításra kerülnek a kutyák, illetve átmentjük őket ide a helyünkre. Köszönöm, hogy kívánok. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük.